Mittler István, a Paks 2 kommunikációs igazgatója, dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója, Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, és Banna János, a Paksi Atomerőmű ZRT baleset elhárítási osztályának vezetője látják el a polgármestert tanácsokkal, segítik munkáját a vezetői döntések meghozatalában a jövőben. Három nagy területet foglal magába a tanácsadás. Az egyik a kultúra, a turizmus, a sport, a városmarketing, civil szervezetek, a nemzetközi és PR kapcsolatok területe. A másik a humán közfeladatok ellátásával kapcsolatos kérdések, úgy mint a szociális, az egészségügy és a köznevelési ügyek. A harmadik nagy terület pedig a gazdasági és településfejlesztéssel kapcsolatos kérdések. Ez indokolta leginkább a tanácsadó testület létrehozását. Talán én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladat, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy milyen nagyon komoly beruházás előtt áll Paks városa, a Paks 2-es fejlesztéssel, kapacitásnöveléssel kapcsolatban. Ez természetesen a városra is, főleg ugye a gazdaság és településfejlesztéssel kapcsolatban egész nagy terheket ró, megoldandó feladatokat kell itt véghez vinni. A tanácsadó testület tagjai részt vesznek a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az akciótervek, cselekvési programok, a koncepció projekt tervek előkészítési folyamatában, véleményezésében, értékelésében.